Szeretettel köszöntjük Önöket itt a Friedrich Schiller gimnáziumban, fennállásának 60. évfordulója alkalmából. Meine Damen und Herren, geehrte Gäste, wir begrüßen Sie recht herzlich im Friedrich Schiller Gymnasium anlässlich der Jubiläumsfeier seines 60-jährigen Bestehens. Nagy tisztelettel köszöntjük Soltész Miklós urat, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát. Tircsi Richárd urat, az államtitkárság nemzetiségi főosztályvezetőjét. Wir begrüßen in unseren Kreisen die stellvertretende Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Frau Olivia Schubert. Pilisvörösvár város egykori és jelenlegi polgármestereit, Grossné Krupe Erzsébetet és Dr. Fetter Ádámot. Ebenfalls begrüßen wir den Vorsitzenden der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung in Pilisvörösvár, Herrn László Sachs. Und alle anwesenden Mitglieder der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. A magyarországi németek országos önkormányzata hivatalának munkatársait, a nemzetiségi középiskolák, valamint a helyi és regionális általános iskolák vezetőit, képviselőit, nem utolsó sorban pedig iskolánk volt és jelenlegi munkatársait, egykori és jelenlegi tanítványait. Ünnepségünket a Schiller zenekar nyitotta meg, Kozák Balázs irányításával, amely során Pilisvörösvár himnuszát, a Lámkruán polkát hallottuk. Die Schiller Band unter der Leitung von Balázs Kozák hat sie mit der Lámkruán polka, der Hymne von Verisvár begrüßt. A mai történetünk az 1963-as tanévben még egy másik épületben kezdődött, akkori nevén az Állami Általános Gimnáziumban, hogy 1968-ban már egy új épületben folytatódjon a sikerekben, örömökben gazdag oktatási, nevelési folyamat a máig tartó útján. 60 év, mely korszakok sora. 60 év, alkotó, nagyhatású pedagógusok sokasága. Az évek, évtizedek során az iskola elnevezése sokat változott, de célja mindig ugyanaz maradt. Az ismeretek elsajátításán, a műveltség megszerzésén és az intellektuális képességek kialakításán túl a közösségépítés, az értékteremtés és értékátadás révén hozzájárulni a személyiség fejlesztéséhez, elköteleződni és elkötelezettnek maradni az alma mater irányába, megérteni annak üzenetét. Ez az üzenet az iskola életének elmúlt 30 évében a német nemzetiségi lét megélését, a nemzetiségi identitás kiteljesedését hordozza. Valljuk, hogy minden embernek megvan a maga útja, de annak megtalálásában, kialakulásában, akarva akaratlanul számos meghatározó személyes iskolai élmény, tanári példakép játszik fontos szerepet. Szétnézve itt a teremben, egykori diákjaink körében úgy tűnik, az elmúlt 60 év pedagógusai nagyszerű munkát végeztek. És végeznek ma is, hiszen pillanatokon belül 6 tehetséges, schilleres fiatal vehet át államtitkár úrtól komoly elismerést nemzetiségi tevékenységért. Nagy öröm számunkra, hogy a miniszterelnökség évek óta ösztöndíjjal ismeri el és támogatja iskolánk azon tanulóit, akik őrzik, ápolják, de leginkább megélik és továbbadják a nemzetiségi hagyományokat, identitásukat. Az ösztöndíj program célja a 2011-ben történt életre hívása óta a kiemelkedő képességű nemzetiségi tanulók támogatása középfokú iskolájuk ajánlása alapján. Das Amt des Ministerpräsidenten hat im Jahre 2011 ein Nationalitätenstipendium ins Leben gerufen zur Würdigung der hervorragenden traditions- und sprachpflegenden Tätigkeit von Mittelschülern, die sowohl in schulischen als auch in außerschulischen Rahmen im Dienste des Erhaltes der Kultur und Traditionen und des Fortbestandes der Sprache ihrer Nationalität tätig sind. Wir sind sehr stolz darauf, dass in diesem Jahr 6 unserer Schüler an diesem Stipendium teilhaben können. Zur Übergabe der Urkunden bitten wir nun Herrn Staatssekretär Soltész auf die Bühne. Az oklevelek átadására felkérjük Soltész Miklós államtitkár urat, és kérjük, hogy a díjátadás előtt ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, kedves igazgatóasszony, elnök úr,
Tisztelettel köszöntöm polgármester asszonyt és polgármester urat. Szeretettel köszöntöm Német Nemzetiség országos vezetői alelnök asszonyt és munkatársait. Természetesen a közelmúlt és a régmúlt, majdnem régmúltnak pedagógusait, tanárait, Isten éltesse önöket is, és természetesen a most idejárókat, fiatalokat, gyermekeket egyaránt. Több évet is ünnepelhetünk most, vagy több évre is emlékezhetünk. Egyik valóban a 60 évvel ezelőtti, mondjuk így, hogy lány nevén állami általános gimnáziumnak a megalapítása. Ez az első, amire talán érdemes fölhívni a figyelmet, hogy Budapest mellett, és mondjuk így, hogy Esztergom és Budapest között volt igény Pilisvörösváron egy gimnázium megalapítására. Köszönjük szépen akkori elődeinknek, akik ezt kitalálták, kiharcolták 1963-ban, és akik küzdöttek ezért, mert ezért lehet most itt az a nagyszerű iskola, a Friedrich Schiller gimnázium, mely tovább vitte valamilyen módon, de nagyszerű módon ezt a történetet. Isten éltesse mindazokat, akik akkor tanítottak, vagy később kapcsolódtak be a tanításba. A következő évforduló, a 30 éves évforduló, ami fönt van a táblán, vagy fönn van a kivetítőn, Német Nemzetiségi Képzési Központnak az elindítása. Ezt is köszönöm mindenkinek, hogy 1993-ban, tehát már a rendszerváltást követően megtették azokat a lépéseket, hogy ezek a gyermekek 30 évvel később ugyan F iskola falai között tanulhassanak, képezhessük őket, és nagyszerű diákokat nevelhessenek a pedagógusok. És köszönöm szépen a 25 évet is, ez pedig a kollégium alapításának az időszaka. Óriási nagy szükség van erre. Ahogy olvastam, most 70 gyermek járhat, illetve lakhat, fiú és lány egyaránt. És ahogy ismerem a Schilleres gyermekeket, hiszen sokukkal találkozom későbbi rendezvényeken, amikor már felnőtté válnak, aktívak. És ez köszönhető az iskolának is, és köszönhető a kollégiumi életnek is. Isten éltesse önöket. És köszönöm szépen persze a városnak, a helyi és országos Német Nemzetiségi Önkormányzatnak azt a küzdelmet, amellyel megteremtették a lehetőséget mindenhez. Ha megengedik, 1963-as évről néhány jelentősebb eseményt azért felsorolnék. Ez érdekes lehet az idősebb nemzedéknek, de érdekes lehet a fiatalabb nemzedéknek is, mi minden történt akkor, és persze itt csak néhányat választottam ki. Akkor úgy döntöttek az Egyesült Királyság, a Szovjetunió és Amerika vezetői, hogy az atomrobbantásokat mind az óceánokban, mind a szárazföldön, mind pedig a világűrben beszüntetik, betiltják. Persze, hogy ezt hogy tartották be, az egy más kérdés, de nagy előrelépés volt abban az időben a békesség megteremtése érdekében, mint ahogy ugyanebben az évben adta ki, talán pontosan ezért 23. János pápa békét a Földön enciklikáját. Nagyon fontos volt és nagyon jelentős volt ebben az időszakban. Fiataloknak mondom, hogy akik Budapesten jártok néha, és mondjuk metróval mentek, ebben az évben adták át Budapest első aluljáróját, az Astoria aluljárót. Ez volt a legelső. És hát, ami legalább ilyen fontos, ebben az évben végezték el az első sikeres tüdőtranszplantációt, ami óriási nagy dolog volt a tudományok, orvostudomány területén. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében pedig egy kicsi faluban, Apor-ligeten, augusztus 20-án fölgyulladt a villany. És ez azért volt jelentős és érdekes egyébként, mert 79 évet küzdött Magyarország, hogy mindenhol a villamosítás meglegyen. Tehát ez nem a kommunizmusban indult a villamosítás még jóval előtte, de 1963-ban kapcsolódott be ez a kicsi falu, és ami még talán jelentős, hogy a világ első űrhajós nője, bizonyos Valentina Tereskova a Vosztok 6 űrhajóval földkörüli pályára került
tudomásom szerint le is jött, mert volt olyan űrhajós sajnos, akinek mindez nem sikerült. Miért mondtam el ezt önöknek, és miért idéztem fel ezeket a történelmi dolgokat, illetve eseményeket? 60 év iszonyatosan hosszú év, vagy időszak. Iszonyatosan hosszú időszak, és ez alatt lehet teremteni, lehet alkotni, gyermekeket nevelni, fölnevelni, hány év folyam futott ki ezekből az osztályokból, hány gyermek, és másik oldalról pedig bizony lehet rombolni is, lehet pusztítani és tönkretenni. És az a nagy kérdés, hogy mi mellett tesszük le a voksot. A gyermekeket mire neveljük? Nekik milyen tudást adunk át? Hogy azt fogják-e követni, hogy a tudomány és sok más területen azt, amit a általános és azt követően a középiskolában megtanulnak, tovább viszik az életükben, és abból nagyszerű dolgokat alkotnak, avagy pedig ilyen-olyan oknál fogva, hát a pusztításnak az oldalára, a békétlenségnek az oldalára állnak. Én hiszem azt, hogy Pilisvörösvári emberek, azok a fiatalok, akik nem csak Pilisvörösváron laknak, hanem sok helyről érkeznek ebbe az iskolába tanulni, azok az előbbit kapják meg, és az előbbire érdemesek a tudásra, a nevelésre, hozzáteszem a szeretetre és a közösségteremtésre. És amikor most néhány másodperc vagy perc múlva átadjuk a nemzetiségi ösztöndíjakat, akkor erre egy nagyon röviden hadd térjek ki. Évekkel ezelőtt indítottuk el a nemzetiségi ösztöndíjat, pontosan azért, mert a legnagyobb nemzetiségek, kiemelten a német nemzetiségeknek a tehetséges diákjait, szerettük volna ösztönözni még tovább arra, hogy akár közösségeikben aktívak legyenek, akár pedig később felnőtt korba lépve, pedig ők vegyék már át azt a szerepet, amit adott esetben a közép vagy az idősebb korosztályok visznek. És hagyj erősítsem meg, kedves alelnök asszony, és a német nemzetiségnek az itt lévő vezetőinek is, hogy ennek az iskolának a gyermekei, fiataljai nagyszerűen teljesítenek már felnőtt korban is. Minden évben tartunk egy úgynevezett alumni találkozót, és ott mindig ott vannak ezek a gyermekek. Gyermekek, elnézést kérek tőlük, fiatalok. És nagyszerűen szervezik az ottani rendezvényeket, aktív résztvevői, és nem csak ezeknek a rendezvényeknek, hanem amennyire visszahallom és tudom, belekapcsolódnak a helyi német nemzetiségi közösség életébe. És ez a legfontosabb. És én erre kérem a most kitüntetendő 6 fiatalt is. Köszönöm szépen, hogy küzdöttek. Köszönöm szépen azt a hozzáállást, amely a tanuláshoz is, és a közösséghez is, és a német nemzetiséghez is hozzáállnak. És továbbra is biztatlak benneteket, biztatom őket, hogy ezt folytassátok és folytassák. Tanáraiknak, pedagógusaiknak pedig kiemelten köszönöm azt a munkát, hogy ezek a gyermekek idáig eljutottak. Számíthatunk majd rájuk az életben, de ehhez az önök igazgatóasszony és munkatársainak a munkájára óriási nagy szükség volt. Isten áldja önöket, megérdemli a német közösség, hogy az idei 56 tanulóból, amelyet több nemzetiségnek, 7 nemzetiségnek, 6 nemzetiségnek összességében adunk, 35 a német nemzetiségi fiatalokhoz kerül. Isten éltesse önöket, Isten áldja önöket, gyermekeknek, fiataloknak pedig gratulálok még egyszer. Köszönöm meghallgatni. Kérjük Tircsi Rihárd urat és igazgatóasszonyt, hogy fáradjanak államtitkár úr mellé. Megkérjük a díjazottakat, hogy nevük elhangzását követően álljanak fel a színpadra. A 2022-23-as tanévben 6 tanulónk pályázott sikerrel nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjra, és az idei tanévtől 2 évig ösztöndíjban részesül. Im Schuljahr 2022-23 haben folgende Schüler und Schülerinnen das Nationalitätenstipendium für 2 Jahre erhalten. Janka Gerőfi Gerhardt, Ákos Király, Laura Mélbich, Adrien Brandhuber, Eszter Magyar und Péter Szelényi.
Az oklevelet elsőként Gerőfi Gerhardt Janka kapja. Janka iskolánk 6-osztályos, 11. A osztályának tanulója, szorgalmas, aktív diák. Iskolán kívül tagja a Pilisvörösvári Minisramli, valamint a Pilis Brass Band zenekaroknak, amelyek hagyományos nemzetiségi darabjaikkal ünnepségeken rendszeresen fellépnek. Az iskolai Schiller zenekarban is kamatoztatja zenei tudását. Oklevél Gerőfi Gerhardt Janka, Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium tanulja részére. Nemzetiségi tanulmányi ösztöndi adományozására Budapest 2023. szeptember 1-je, dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes. Király Ákos. Ákos 2019-ben kezdte meg tanulmányait iskolánkban, azóta aktív tagja az iskola közösségének. Lelkes, aktív tagja iskolánk színjátszó csoportjának, a Patáliának, valamint az iskola diák önkormányzatának, a programok lebonyolításában jelentős szerepet vállal. Emellett tagja a zsámbéki Lochberg regionális tánccsoportnak, amelyen rengeteg fellépésen vesz részt. Oklevél Király Ákos, Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium tanulója részére. Milbich Lora. Lora az iskolában a 6-osztályos képzésben vesz részt, tanulmányi munkája kiemelkedő. Mindig is fontos volt számára a magyarországi németek kultúrájának ápolása, ami az iskolában és azon kívül is megjelenik a hétköznapjaiban. Származását büszkén vállalja, fontos számára a család sváb gyökereinek megőrzése és identitásának megélése. Oklevél Milbich Lora Anna, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium tanulója részére. Brandhuber Adrien. Adrien 6-osztályos képzésben vesz részt, tanulmányait megbízhatóan végzi. Településünkön tagja a Verisvárer Heimatwerk Egyesületnek, akikkel rendszeresen vesz részt helyi és környékbeli német nemzetiségi rendezvényeken, ápolva ezzel nemzetiségünk hagyományait. Oklevél Brandhuber Adrien, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium tanulója részére. Magyar Eszter. Eszter 3 éve iskolánk tanulója, azóta rendszeresen vesz részt különböző tanulmányi versenyeken és az iskola programjain. Kezdettől fogva nagy lelkesedéssel és elhivatottsággal vesz részt iskolánk és Solymár város német nemzetiségi hagyományőrző rendezvényein, hiszen tagja a Reményi Margit tánccsoportnak. Eszter jelenleg iskolánk képviseletében, Strasbourgban tartózkodik egy Euroszkola program keretében, oklevelét édesapja veszi át. Oklevél Magyar Eszter, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium tanulója részére. Szelényi Péter. Péter tanulmányait iskolánk nyelvi előkészítő osztályában kezdte meg, azóta a közösségben is aktív. Tagja az iskola német nyelvű Patália színjátszó csoportjának, a Pilisvörösvári Verisvárer Heimatwerknek, ezáltal aktív közreműködője a helyi nemzetiségi életnek. Péter szintén Strasbourgban tartózkodik, oklevelét húga Zsófia veszi át. Oklevél Szelényi Péter, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium tanulója részére. Szívből gratulálunk tanulóinknak és további sikereket, valamint eredményes nemzetiségi tevékenységet kívánunk nekik. Wir gratulieren unseren Schülern aus ganzem Herzen und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und bei der Traditionspflege. Most pedig első blokkunk betetőzése következik. Mivel az alapokat már elődeink beton biztosan lerakták, 2021-ben kezdetét vette egy nagyszabású projekt,
a miniszterelnökség támogatásával, melynek keretében kezdve a kollégiummal iskolánkra új tetőszerkezet került, illetve reményeink szerint még a fennmaradó épületrészekre is kerülni fog előbb-utóbb. Ebbe a projektbe szeretnénk most az ünnepség keretein belül beavatni Önöket egy kis film segítségével, majd ezt követően kivitelezőnknek mondunk köszönetet. Schubert Olivia alelnök asszonyt és Enger Csaba igazgató helyettes urat, hogy köszönetképpen adják át az elismerő okleveleket a kivitelező cég ügyvezetőjének, Hidasi Tibor úrnak, továbbá a projekt műszaki ellenőrének, Győri Gábor úrnak, kérem ők is fáradjanak fel a színpadra. Kivitelezőknek, és ahogy a filmet láttuk, így is lehet kérni. Azt nem ígérem a lelnök asszony, hogy mindent azonnal, de folytatjuk. Most következzen iskolánk énekara, a Schillerchen kórus, Prégül Éva tanárnő vezetésével. Jetzt hören Sie unseren Schillerchen Chor unter der Leitung von Frau Eva Prégül. Du hast gesagt, du nimmst mich und wenn der Sommer ankommt,
Most pedig megkérem Szabóné Bogár Erika intézményvezető asszonyt, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Nun bitte ich unsere Schulleiterin, Frau Erika Bogár Szabó, ihre Festrede zu halten. Tisztelt államtitkár úr, sehr geehrte Frau Schubert, tisztelt polgármester úr, sehr geehrter Herr Sachs, kedves volt és jelenlegi tanártársaim, liebe, ehemalige und jetzige Schüler, kedves vendégeink, kedves egybegyűlt ünneplő közönség. Szeretettel és örömmel üdvözlöm Önöket ezen a különleges napon, amikor iskolánk jubileumát ünnepeljük. 60 év. Ez nem csupán egy szám, hanem egy hosszú, eseménydús történet is, amelyet közösen írtunk meg. Es ist eine besondere Ehre für mich, als Schulleiterin hier zu stehen und diese Feier mit Ihnen teilen zu dürfen. Unsere Schule hat in den letzten 60 Jahren eine beeindruckende Reise zurückgelegt, geprägt von Engagement, Zusammenarbeit und dem unermüdlichen Streben nach Wissen. Az iskola olyan hely, ahol az oktatás nem csupán ismereteket ad, hanem értékeket, barátságokat és olyan élményeket is, amelyek egy egész életre szólnak. Az elmúlt évtizedek során generációk nőttek fel itt, akik számára meghatározó élményeket jelentett az intézmény. Heute versammelten wir uns, nicht nur einen Jahrestag zu feiern, sondern auf 6 Jahrzehnte voller Erfahrungen, Erlebnisse und Erfolge zurückzublicken. Az elmúlt hetek a tanév kezdete óta az egész iskolai közösség számára a visszatekintésről szóltak. Felhívásokat tettünk közzé, és örültünk, hogy szép számmal érkeztek fényképek, emlékek, elismerő szavak az elmúlt évtizedekből. Ezeket diákjaink múlt pénteken, Schiller születésnapján, egy iskolai projektnap keretében feldolgozták, különböző csoportokban foglalkoztak az iskola történetével. Idővonalat, rollápokat, kisfilmet készítettek, amelyeket a mai napon az aulában is megtekinthetnek. Diákjaink betekintést nyertek az elmúlt korok tanóráiba, majd itt a színházteremben, közös kvízkérdésekre válaszolva, számot adhattak tudásukról a gimnázium történetét illetően. Az évkönyveket lapozgatva, a fényképeket nézegetve megismertük az iskola történetét. A kezdeti nehézségeket a 60-as évek elején, amikor a gimnázium és az általános iskola közösen működött, az új épületbe költözést 1968-ban, a szakközépiskola bevezetését a 70-es évek második felében, a kollégium létrejöttét. Anfang der 90er Jahre wurde dann der Weg für den deutschen Nationalitätenunterricht frei. Der Freistaat Bayern gab 1 Million deutsche Mark für den Bau eines ungarndeutschen Bildungszentrums, das im Jahre 1993 übergeben wurde. Das Gebäude wurde mit mehreren Klassenräumen, mit der Aula, der Musikschule und diesem Theatersaal reicher. 1995-ben folytatódott a bővítés a kollégium kialakításával, amelyet végül 1998-ban adtak át. Az épületbővítéssel párhuzamosan a szakmai fejlődés is töretlen volt. 1996-ban a már működő 0. évfolyam mellett bevezetésre került a 6-osztályos gimnáziumi képzés, 1998-ban elindult a 13. évfolyam, a külkereskedelemmel kapcsolatos szakmai tárgyak oktatásával. Mit dem Jahr 2000 begann eine neue Periode im Leben der Schule. Neben dem Nationalitätenunterricht bekam auch die Fachausbildung eine große Rolle. Es entstand das Ungarndeutsche Wirtschaftsgymnasium Verisvár. 2004 begannen wieder Erweiterungsarbeiten. Es entstand das Dachgeschoss, die neue Sporthalle und das Schülerwohnheim für Jungs. In diesem Jahr bekam die Schule auch einen neuen Träger. Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen übernahm diese Aufgabe. 2006 nahmen wir den Namen Friedrich Schiller auf, als Zeichen der Vermittlung der deutschen Kultur. 2014-ben érettségizett az utolsó szakközépiskolai osztály, azóta 3 képzési formában, 6 évfolyamos, 4 évfolyamos és nyelvi előkészítő évfolyamra épülő
négy évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumban tanul, az intézmény közel 600 fős diáksága. Talán ebből a rövid összefoglalóból is kitűnik, hogy az elmúlt 60 év tele volt változásokkal, kihívásokkal, de az iskola közössége mindig megbirkózott ezekkel. Amikor visszatekintünk az elmúlt 6 évtizedre, a nemzetiségi oktatás 30 évére, látjuk elhivatottságunkat. Az itt eltöltött évek alatt tanítványaink nem csak tudásban gazdagodtak, hanem egy olyan közösség részévé váltak, amely tiszteli, értékeli és megéli a különféle nemzeti, nemzetiségi vagy iskolai hagyományokat. Denn Schulen sind nicht nur Orte des Lernens, sondern auch Zentren der Gemeinschaft. Unsere Schule hat es geschafft, eine Gemeinschaft zu schaffen, die auf Respekt, Vielfalt und Zusammenhalt basiert. Az iskola közösségének ereje mindig is az együttműködésben rejlett. Az egyes diákok, tanárok és szülők közötti kötelékek teszik lehetővé, hogy egy olyan hely legyen, ahol nem csak tanulunk, hanem együtt növekszünk és fejlődünk. A mai napon köszönettel tartozom mindazoknak, akik részt vettek az iskola életében. A mindenkori fenntartóknak, a megragadott lehetőségekért és a megfelelő feltételek megteremtéséért, a tanároknak, akik elkötelezetten tanítottak, a diákoknak, akik kitartóan tanultak, és a szülőknek, akik mindvégig támogatták gyermekeiket. Külön szeretettel és tisztelettel gondolok igazgató elődeimre, Csonka Józsefre, Pásztor Mihályra, Takács Ilonára, Kotlár Irénre, Olá Imrére, Búza Jánosnéra és dr. Gut Zoltánra, akikkel egymás munkájára építve sikerült kialakítanunk az eltelt 60 év alatt azt az iskolát, ami a mai Schiller Gimnázium. Egy kétnyelvű, nemzetiségi, elfogadó, biztos alapokat adó, az érettségire felkészítő, nyugodt légköri intézményt, amelynek kapuját szívesen lépi át mind diák, mind pedagógus. A mai napon, amikor visszatekintünk, felidézünk sok örömteli emléket, eseményt, egy gyertya meggyújtásával megkülönböztetett módon és tisztelettel gondolom azon pedagógusainkra, dolgozóinkra és tanítványainkra, akik már sajnos nem lehetnek köztünk, és nem élhetik át velünk közösen ezeket a pillanatokat.
Beszédünk bevezetőjében említettük, egy oktatási nevelési intézmény legfontosabb szereplője a pedagógusok. A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. A keresztény európai nevelés szellemében arra kell segíteni a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Az általános emberi értékeken túl mindig szem előtt kell tartania csak arra a gyermekre, fiatalra jellemző értéket is. Különösen igaz ez egy olyan közösségben, mint a német nemzetiség. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel rendelkező, jóra fogékony emberekké váljanak, a pedagógusnak is ilyennek kell lennie. Többen is vannak közöttünk olyanok, akik ezt a szolgálatot legalább 2 évtizede teljesítik, teljesítették szívvel, lélekkel. Őket szeretnénk most méltatni és elismerni munkájukat, személyüket, valamint érdemeiket iskolánk hírnevének öregbítésében. Pedagógus kollégáink mellett szeretnénk még megemlékezni azokról a kollégáinkról is, akik szintén több mint 2 évtizede segítették fáradhatatlan munkájukkal a pedagógiai tevékenységek megvalósulását. Ők iskolánk egykori és jelenlegi technikai dolgozói. Megkérem államtitkár urat, alelnök asszonyt és igazgató asszonyt az emlékplakettek átadására. Bokor Miklósné több mint negyed századot töltött a Vörösvári Gimnáziumban a megalakulásától kezdve. 1989-ig volt a gimnázium magyar történelem szakos tanára. Tanított az általános iskolában, a gimnáziumban és az esti tagozaton is. Fontos szerepe volt az államigazgatási osztály és a szakközépiskola bevezetésében is. Major Robert 1957-ben került Pilisvörösvárra, a gimnázium megalakulásától kezdve 1977-ig tanított nálunk orosz nyelvet. Neve összeforr a gimnázium első másfél évtizedével. 1994-ben megkapta a gimnázium örökös tanára címet. Bencül Józsefné 1974-ben gazdasági munkatársként érkezett az iskolába, majd 1978-ban gazdasági vezető lett. Ezt a pozíciót nyugdíjba vonulásáig 1999-ig töltötte be, ügyelve a gazdaságos működésre. Dr. Lieber Mártonné 1978-tól 2006-ig dolgozott iskolánkban német és történelem szakos tanárként. Közreműködött a német nemzetiségi oktatás, a német nyelvű történelem oktatás, valamint a hatosztályos képzési forma bevezetésében. Igazgató helyettesként több éven keresztül részt vett az iskola irányításában. Jancsó István 1988-tól 2 évtizeden keresztül tanított fizikát, matematikát és informatikát, kezében tartotta az ECDL vizsgaprojektet, valamint hosszú évekig az iskola rendezvényeinek videósaként is tevékenykedett. Felvételei nagyban hozzájárultak az iskola múltjának dokumentálásához.
Bársonyiné Molnár Erika két évtizedet töltött nálunk matematika, fizika és informatika tanárként. A pedagógus kollégák nagy részét is hozzásegítette az ECDL vizsga megszerzéséhez. Hosszú évekig vezette a gimnázium esti tagozatát és bonyolította az ezzel kapcsolatos feladatokat. Búza Jánosné 1990 és 2015 között dolgozott iskolánkban. Az itt töltött 25 év alatt matematikát, fizikát oktatott, egy évig megbízott igazgatóként, 20 évig pedig igazgató helyettesként végezte fáradhatatlanul napi feladatait. Meghatározó szerepet töltött be az iskola történetében, sajnos a mai ünnepségen nem tud részt venni. Veres György 2015-ös nyugdíjba vonulásáig 25 éven keresztül erősítette az iskola angol munkaközösségét, készítette fel diákjait az érettségire vagy nyelvvizsgára. Higgadtan kezelte a változásokat, szállóigévé vált mondatait még ma is gyakran idézik a tanáriban. Fetter Ferencné 1987-től 2021-ig volt intézményünk alkalmazottja. Iskolatitkári feladatai mellett egy időben a gyors és gépírás tantárgy oktatását is ellátta. A 34 év alatt kísérője volt több profilváltásnak, iskolabővítésnek, fenntartóváltásnak. 6 igazgató mellett dolgozott, segítve pontosan, felelősségteljesen megbízható a munkájukat. Nélküle, az iskolatitkár nélkül az iskola nem működhetett volna.